Hosszú évek óta sikert sikerre halmoz énekesként, színészként egyaránt. A legnézettebb showműsorok nagyon kedvelt főszereplője, kétségtelenül napjaink egyik legmeghatározóbb magyar előadó művésze. Mindezek ellenére soha nem felejti el, hogy honnan indult, és ide mindig örömmel tér vissza. Nem véletlenül mondtam azt, hogy ide, hiszen Keresztes Ildikó innen indult, és szíve egész szeretetével jön mindig vissza. Köszöntelek a stúdióban. Sziasztok, szép napot! Jaj, de szépet mondtál! Szépet és erőt adott, hiszen egy komoly koncert után vagy éppen. Igen, és talán ez látszik is rajtam, meg hallatszik is. Azt hiszem, a hangom még egy oktávval lejjebb van most, igaz, nem aludtam sokat, és korán is keltem, de tényleg fantasztikus volt a tegnap esti koncert a jazzben, és nagyon sokan eljöttek, többen is, mint múltkor. Az tény, hogy kiszállsz egy fellépésből, vagy egy show műsor vezetéséből éppen, és a következő, vagy aznap este már itthon vagy, és itthon koncertet adsz, miközben azt mondod, hogy azért töltek ezzel is egy kicsit. Ez az, ami visszahoz minden alkalommal, ilyen nagy energiával, hisz azért valljuk be, hogy ehhez igencsak kell energia. Ja, persze, de én ezt az életformát szoktam meg, tehát ez nekem nem szokatlan. Tehát az lenne szokatlan, hogyha egy nyugalmas hétköznapi életet élnék, talán akkor már nem is élnék, már meghaltam volna. Én így szocializálódtam, akár a sportolói múltamban is, igazán ez volt. Nyilván az egy sokkal nagyobb rendszer volt valamilyen szinten, de én ezt választottam, én ezt szeretem. És nyilván a hazatérés ahogy idősödik az ember, vagy érik, az egyre fontosabb. Mert nyilván 20 évesen minden mással el vagy foglalva, meg minden fontosabb, de ahogy így az ember beérik tényleg, és akkor itt egy sokkal lassabb az élet is, meg minden, és akkor nagyon-nagyon jó hazajönni. Tehát azt sajnálom, hogy általában nem tudok több időre hazajönni, mert tényleg tele vagyok munkával, hála Istennek, és akkor ilyenkor nyilván próbálom egy picit a kellemest a hasznossal összerakni, tehát hogyha itthon játszom, akkor kiszakítani magamnak egy pár napot, hogy akkor itthon lehessek. Hát ha nem volna itt senki, akkor is hazajönnék egyébként, mert imádom a szülővárosomat, imádom Erdélyt, itt van édesapámnak a családja, van egy öcsém, aki tavaly nősült meg, most már nagyfiú. Meghatározó barátságaim vannak a gyerekkoromból is, és aztán későbbiekben is szerzett barátságaim. Nagyon fontos nekem az itthoni színház, ahova gyerekként jártam be, mint néző. Talán egyszer majd bemehetek úgy is, hogy szerepelek valamiben. Nagyon szeretem a mostani társulatot, akit egy pár éve ismertem csak meg, hiszen nekem azok a színészek maradtak meg, akik nagyon nagy sztárok voltak annak idején, amikor én gyerek voltam, ugye Farkas Sibolya, Lohinszky Lóránt, és még hosszan sorolhatnám. Igen. És most már megismertem ezt a 30-as, 40-es, 50-es generációt, aki most éppen soron van, hogy úgy mondjam, és nagyon kedvelem őket, nem csak a művészetüket, hanem emberileg is nagyon jóban vagyunk. De szeretek csak úgy császkálni a Bolyai utcán, beülni egy kávézóba, vagy végigmenni a főtéren, shoppingolni, hogy ilyen trendi kifejezést használjak. Egyszerűen jó nekem itthon, tehát hogy úgy valahogy másképp engedem el magam. Igen. Játszásról beszéltünk, a dalokról és éneklésről nem kell, zsűrizésről, hiszen a félvilág nézi, hanem a teljes világ, és hát ott látnak talán téged a leggyakrabban a televízió képernyőin keresztül, nem utolsó sorban itt nálunk, hiszen az üzenet szeretetben azért gyakran hát egy-egy dallal megörvendezteted a nézőket. Térjünk át egy kicsit más irányba, hiszen kevesen tudják, talán még itt, hogy egy önéletrajzi kötetet is megjelentettél. Ja, igen. Hát tavaly volt egy ilyen szép jubileumi évem. Nem mondjuk, hogy hány éves lettem, úgyis elmondtam 50. Tehát bár remélem, hogy aki rám néz, az nem hiszi el, hogy 50. Én magam sem hiszem el, hogy 50 vagyok. Tényleg nem. De semmiféle szempontból. Tehát kicsit úgy érzem magam, mint Benjamin Button, ahogy idősödöm, egyre inkább majd visszamegyek a pólyába. Nem szüntem meg lázadni most sem. És igen, szerettem volna így az életem felén, hogy így mondjam, valami ilyen típusú dolgot is letenni az asztalra, és mivel nagyon-nagyon jó barátnőm Koroncai Lila, aki a Nőklapjának már nagyon régóta az újságírója, és nagyon sok interjút készített velem az évek során, úgy éreztem, hogy ő az, aki leginkább ezt meg tudná fogalmazni.
És hát nyilván ez a gyerekkoromtól kezdődik, és eltart mondjuk napjainkig, illetve amikor lezártuk a könyvet, addig, hiszen a megjelenésig még azért eltelt egy kis idő, azóta már sok minden változott az életemben, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon olvasmányos könyv, nem csak azoknak, akik engem ismernek vagy kedvelnek, hanem talán olyanoknak is, akik rólam kevesebbet tudtak. Virágvasárnap beszélgetünk, és hát ez az az időszak, amikor azért minden területen egy picit jó lenne tudatosabban és megállni. Akár ezt a hit és a vallási szempontból tesszük, akár csak azért, mert a tavasz jöttét egy kis megállással kell és újult erővel fogadni. Ebben a rohamos, ütemes világban te tudatosan tudod-e magad egy kicsit? Van-e olyan titkod, amit most megosztasz velünk, és kiderül, hogy igen, tudsz, igen, 2 és 3 között, vagy mit tudom én? Jaj, nem tudom. Tehát nekem igazán a pihenés az, amikor elutazom jó messzire és tengerpartra. Nekem a legfontosabb ünnep az évből a karácsony. Ez nem azért, mert akkor megtokálni, hanem azért, mert valahogy az maradt meg a felnőtt kori nagy ünnepnek is. Inkább a húsféthoz, a gyerekkoromat tudom kötni, amikor még Marosvásárhelyen, a Kossuth Lajos utcában még ugyanúgy festegettem a tojást a nagyanyámmal. Vártad ugyanúgy a locsolókat? Abszolút, vártuk a locsolókat. És ez valahogy most már így felnőtt koromra elmaradt, meg általában mindig ilyenkor, amikor a civil emberek szórakoznak, vagy szórakozni járnak, akkor mi dolgozunk, igen, és fordítva. Igen. Tehát nekem általában a hétfőket szerda az, ami úgy lazább, és aztán a hétvége az mindig tele van. Most nem tudom, hogy éppen hogy alakul. Ha nem is festesz piros tojásokat, díszíted-e a személyes teredet egy kicsit? Öltözteted-e az ünnepnek megfelelően? Hát szoktam, persze. Meg nekem nagyon fontos a vallás. Tehát én itt voltam első áldozó, itt kereszteltek, itt bérmáltam, itt vannak eltemetve a nagyszüleim, tehát én abszolút hiszek Istenben. Mindig azt szoktam mondani, hogy a magam módján, ezt nem mindig úgy demonstrálom, hogy hetente járok templomba. Ez valahogy azt gondolom, hogy így mindenkinek ez az intim szférájába tartozik, de ezt nagyon belém verte a nagyanyám ilyen csúnya szóval, tehát én mai napig minden este úgy fekszem el, hogy imádkozom. És nekem nagyon sok erőt adott ez a hit, és nagyon sok erőt adott ez a gyökér, hogy én innen mentem el, kerülhettem volna el bárhová, hozzáteszem, ez akkor az én édesanyám döntése volt, hiszen gyerek voltam, és még nem dönthettem a saját életem felett. Persze nem nagyon boldog vagyok, hogy ez megtörtént, hiszen nem gondolom azt, hogy ha én itt maradok, akkor megvalósíthattam volna az álmaimat, főleg abban a korszakban. Hogy magadban úgy végig gondolod-e, hogy ha itthon maradsz, akkor te lennél-e? Nem én lennék szerintem. Én mindig erre vágytam. Tehát nem tudtam pontosan megfogalmazni, de már kisgyerekkorom óta arra vágytam, hogy tudtam, hogy én a színpadon akarok lenni, és minden, ami ezzel együtt jár, az a fajta össze-vissza élet, a szabadság, a sokat utazni, sokat látni, sokat tapasztalni. Nyilván aztán ebben vannak mindenféle szempontból iszonyú fentek és iszonyú lentek, nem csak karrierileg, hanem az ember. Azt szoktam mondani, hogy minden elmebajos előadó művészpályára megy, mert teljesen más amplitudokkal élnek, mint a hétköznapi normális emberek. Biztos, hogy sok mindentől megfosztottam volna magam. Arról nem beszélve, nem is voltam túlságosan jó tanuló, akár csak ha belegondolok abba, hogy a nagy komoly sportolói múlt után, ha én megpróbáltam volna mondjuk a testnevelési főiskolát, tudja, hogy nem vesznek fel, mert annyit nem tanultam volna, viszont Magyarországon elvégeztem. Hát akkor nehezebb, sokkal nehezebb korszak volt itthon azért. Állóképesség a koncertekhez, eladásokhoz nagyon kell. Hát kell, hát érzem hát ez, is. Ez magától csak úgy örökléshez. Hát rászoktam azért kényszeríteni magamat, hogy így eljárjak fitness termekbe, de az biztos, hogy nagyon jó géneket örököltem, ez hála a női vonalnak a családomból. A nagyanyám az egy gyönyörű nő volt, és anyám is 75 éves, mindig szoktam mondani, hogy pont annyi vagy, amennyi a Tina Turner, azzal a különbsége, hogy te nem jársz már miniszoknyában, de energiadózis az ugyanaz, tehát ha csak nézem, elfáradok. Tehát. Ki akarom használni a lehetőséget, hogy itt vagy, és a közel jövőbeni terveidről kérdezzelek.
Igen, hát ami Vásárhelyhez köt, amit biztosra tudok mondani, hogy jövök a Vásárhelyi forgatagra fellépni, az biztos. Lesznek még erdélyi fellépéseim idén, nagyon remélem. Azon kívül pedig most benne vagyok egy próba időszakban a színházban, a Turaida Színházban fogjuk bemutatni a Vörös Lámpás házat, ami egy Hunyadi novella, és nagyon-nagyon jól megírta Topolcsanyi Laura ezt a darabot újra, és én játszom a Madame-ot, nagyon vicces zenés szerep egyébként, vagy zenés darab. Nem is tudom elképzelni, hogy ne zenés legyen egyébként. Ne, játszom egyébként prózát is, abszolút. Pont azon gondolkodtam, hogy a nézők, az ismerősök el tudnak téged képzelni, vagy hogy érzed te, hogy énekesként inkább, vagy a próza színész is te vagy? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát azok a példaképeim, amik nekem mondjuk Amerikában vannak, azok általában mind nagyon jó színésztők és nagyon jó énekestők, lásd a Cher-t, a Bette Midler-t, és most hosszan sorolhatnám. Nekem tetszik, hogyha egy művész sokoldalú. Sőt, és szeretnék, jól rajzoltam gyerekkoromat, tehát szeretnék festeni is egyszer, hogy időm mikor van, azt persze nem tudom. Bármi, ami a kézművességgel kapcsolatos, azt is nagyon-nagyon szeretem. Tehát egyszerűen nem tudom, talán az alkotás az, ami minden téren. Igen. De hát jártam 2 évet balettintézetbe Kolozsváron, imádok elmenni megnézni egy balett előadást, kirázza a hideg, hogyha a balerinának szép a lába, és fölemeli az égig, még mai napig is. És visszatérve a színházra, hogy lesz ez az új bemutató, a Vörös Lámpás ház, de továbbra is megy az Anconai Szerelmesek a József Attilában. Nekem egy nagyon nagy tervem, hogy egyszer ezt elhozzuk Vásárhelyre, és itt vendégszerepeljünk vele. Legyen úgy, igen. Aztán játszom Hajmeresztő című krimi komédiában, ami egy interaktív, abszolút prózai darab, és lehet, hogy év vége fele egy Piaf darabban is benne leszek. Indul egy István a király turné, ami egy ilyen koncertszerű sorozat lesz, abban is benne vagyok, ott Saroltot játszom, a zenekarral elindultak az élő bulik a Keresztes Ildikó bennel, de ezen kívül nagyon sokat vendégszereplek különböző más koncerteken is, mint meghívott művész, járom az úgynevezett kis hakni műsorommal, hogy így mondjam, az országot, ahol ugye nincsenek nagy lehetőségek, nagy szimpad, semmi, ez a szokásos kis 30 perces kis play, vagy fél playbackre az ember énekelget olyan kis településeken is, ahova másképp nem tudsz eljutni. Tehát ő nagyon, igen, nagyon szerte ágazó ez a dolog, néha azt hiszem, hogy már 100 éve élek, és nem tudom, hogy meddig tudom ezt csinálni. Hát én csak azt kérem a Jóistent, hogy adjon erőt meg egészséget, hogy amíg én örömömet lelem elsősorban benne, mert nyilván csak akkor tudok kifelé adni, meg sugározni magamból, és a közönség is szeret, addig ez lehessen. Szinte nem jutok szóhoz, mert tényleg nagyon-nagyon sok mindent csinálsz. Az ismert előadó művészek közül is, akikkel beszélgettem, akik szintén sok mindent csinálnak, szerintem nagyon, hát nagyon-nagyon magasra helyezted a mércédet, de tényleg kívánok neked nagyon-nagyon sok erőt, energiát, örvendeztes meg minket minél több szép dallal és szereppel, és örvendeztesd meg a nézőinket, szépen kérlek, hogy kihúzod azt a nyertest, aki ezen a héten üzenetet küldött be, és természetesen a televízió ajándékcsomagját megkapja. Na, és hát ezzel kívánok mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon békés, szép húsvétot. És akkor a nyertes pedig Bálint Vilmos. Légy szíves, mutasd meg akkor te a kamerának. Bálint Vilmos, Keresztes Ildikó kezéből és arcával Bálint Vilmosnak gratulálunk. A kollégáim természetesen postázni fogják az ajándékcsomagot. Ildikó, én fel szeretném ajánlani neked a lehetőséget, hogy örvendeztesd meg szeretteidet, és innen a mi műsorunkból üzenj nekik. Köszönöm szépen. Hát én kívánok elsősorban az édesapámnak, Keresztes Gézának, és a feleségének, Zsókának, valamint az öcsémnek, Zsombinak, és feleségének, Csillának nagyon-nagyon békés, kedves, kellemes húsvéti ünnepeket. Továbbá Ónodi Jutka barátnőmnek, akiről el szoktam mondani, hogy nagyobb celeb Vásárhelyen, mint én magam, és Patek Levinek és családjának, és Bob Mikinek, és a színésztársaimnak, és minden barátomnak, és remélem, hogy nem sértettem meg senkit, hogy most kihagytam, még egyszer nagyon-nagyon-nagyon békés, boldog húsvéti ünnepeket, és találkozunk sokszor. Sziasztok! A te daloddal fogunk búcsúzni
ebben a beszélgetős blogban. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és tudom, hogy fáradtan, és tudom, hogy nagyon kemény, de hogy tényleg nem kerültél el minket. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok nézőnk fog örülni. Remélem, én is nagyon örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!